A Rákóczi úton zajló kerékpárút építés aszfaltozási munkálatai miatt útzárat vezetnek be hétfőn reggel 8 órától, előre láthatóan délután 4 óráig. Az útzár a Rákóczi út Szénatér és Ősz utca közötti, a Várkörút irányába vezető szakaszt érinti. A lezárás a csomópontnak kizárólag a Rákóczi úti kihajtó ágát érinti, a többi ágán a be- és kihajtást nem korlátozzák. Szintén útzárra kell készülniük az autósoknak kedden reggel 8 órától, előre láthatóan délután 4 óráig, a Rákóczi út Géza utca, Királysor, Szénatér csomópont, Gáz utcai ki- és becsatlakozó ágain. Ez idő alatt a Budai út irányából a Gáz utca, Királysor irányába vezető ága Zsák utcaként működik. A zárás időtartama alatt a Gáz utcában és az arról nyíló útszakaszokon található ingatlanok, intézmények a Budai út, valamint a Sarló utca irányából közelíthetőek meg és hagyhatók el. Az útzárak miatt az útszakaszt érintő autóbuszjáratok útvonala módosul. Arra kérik a gépjárművezetőket, hogy úti céljaik megközelítése során az útzárat vegyék figyelembe. Sikeres évet zárhat idén is a Videóton. Az előzetes adatok alapján a vállalatcsoport idei árbevétele meghaladja a 260 milliárd forintot, jelentette be a székesfehérvári cégcsoport elnök vezérigazgatója pénteki évzáró ünnepségükön. Széles Gábor elmondta, az idei év szeptemberéig úgy tűnt, hogy az előző gazdasági év eredmény szintjét fogják megismételni, de az év végén komoly növekedést produkáltak, így tudták jelentősen meghaladni a tavalyi 220 milliárd forintos árbevételt. Sinkó Otto társvezérigazgató kiemelte, hogy a következő gazdasági évre 300 milliárd forint körüli árbevételt céloznak meg, a mostani magas energiaárak mellett készített tervek alapján. Mint mondta, az EU-n belül az elektronika és a gyártás nagyobb hangsúlyt fog kapni a jövőben, amelyek a Videóton fő profiljai. Ez is növeli a jövőbe vetett optimizmusukat. Az energiaárak megugrása egy olyan helyzetet teremtett, amely egyébként engem is rendkívül nagy aggodalommal töltötte ez év augusztus végén, szeptember elején. Az nagyon durva volt, amikor azok számok voltak, és ami az a tendencia volt. Akkor rendkívül kockázatosnak tűnt a világ, és az a következő év az beláthatatlan volt. Ahogyan azóta a dolgok fordultak, és ahogyan reagáltunk mindenre, ez egy számomra nagyon pozitív és megnyugtató dolog volt. Látszik azt, hogy fogjuk tudni kezelni, akárhogy is fordul a világ. Őseink hitvilágáról és a téli napforduló érdekességeiről hallgathattak előadást az Évkerék 2022 Gáspár Attila hagyományőrző vetélkedő utolsó fordulóján általános iskolás diákok. Az immár 10. alkalommal megrendezett programsorozatot a Gárdonyi Géza Művelődési Ház a Fehérvári Ijász Egyesülettel közösen szervezte meg. A szombati nap a téli napforduló és a január 7-i Attila napjegyében zajlott. A vendég ezúttal Regős Sziránszky József volt. Természetközeli népek, mint ahogy a mi őseink is, a honfoglaló magyarok, tehát mindent a természet köré építettek föl, és tulajdonképpen a természetközeli ünnepek voltak azok az igazi ünnepek, tehát nem a Gergely naptári ünnepek, és ehhez alkalmazkodtak, és úgy, mint ahogy most is elérkezik az idő, nem sokára december 21-dik, ez a téli napforduló ünnepe, ami igazából szerintem egy jelentős ünnep. Hát igazából a lételemek, amik fontosak itt a természetközeli népek ünnepein. A városrész önkormányzati képviselője és a fehérvári kézművesek közösen díszítették fel a Rácz utca karácsonyfáját szombaton. A kézművesek háza előtt álló fenyőn bárki elhelyezhette saját kézzel készített díszeit. Ezt követően az érdeklődők különféle foglalkozásokon vehettek részt. Az eseményen Viza Attila is díszítette a fenyőt, aki azt mondja, a házban zajló foglalkozások és az ehhez hasonló programok mindig nagyon népszerűek a lakók körében. Minden évben tartva a hagyományokat, lehetőséget adnak a városrészben élőknek, Valotavárosban élőknek, nagyobbaknak, kisebbeknek, hogy az adventi készülődésben a lelki elmélyülést is tudják gyakorolni, és hát nem utolsó sorban pedig a tárgykészítés is mindennapos dolog, amely bizonyíték annak, hogy érdemes alkotni, és ezt a esetleg karácsonykor valakinek ajándékból adni. Két év kényszerszünet után ismét adventi koncertet adott a székesfehérvári helyőrségi zenekar a Szent István Székesegyházban. Idén már 28. alkalommal valósult meg a hangverseny a Magyar Honvédség 43-as Nagy Sándor József híradó és vezetés támogató ezrede, valamint a székesfehérvári püspökség közös szervezésében. Az esten szép, mély érzésű dallamokat hallhatott a közönség, melynek gerincét Ennio Morricone örökérvényű zenéi alkották.
A hangversenyen a helyőrségi zenekar mellett közreműködött a Honvéd férfikar, Füredi Nikolett, Fehér Adrián és Tóth Marcell. Az estet Ruf Tamás őrnagy vezényelte. Sokan gyülekeztek szombaton reggel a Kiskút teniszklubban, ahol idén immár második alkalommal szerveztek jótékonysági tenisztornát. Számos cégvezető csatlakozott az akcióhoz, akik nem csak megmérettették magukat a nap folyamán, de adakozásuknak köszönhetően két iskolát is megajándékozhattak. A befolyt összeg egyik felét a Felsővárosi Általános Iskola Szociális Alapítványa, a másik felét pedig az Ezredéves Iskola Alapítványa kapta meg. Az ünnepélyes átadást követően indulhattak a mérkőzések. Az amatőr versenyzők férfi vegyes páros tornán mérhették össze tudásukat az estében nyúló kupán. A csoportköröket követően főágon és vigaszágon versenyezhettek tovább a résztvevők, akik közül az első három páros díjazzák mindegyik ágon egy-egy kupával. Különböző cégek szponzorálják, azoknak az adakozásából jött össze az a pénz, amit ugye két iskolának az alapítványa kap meg az idén. Így mindegyik iskola kap 1 050 000 forintot, és ezt ugye szabadon arra költik, amire nagy, leginkább szükségük van.